Na, sziasztok, innen Klakkóból, akkor üdvözletem mindenkinek. Most ez most egy rendkívüli vlog lesz. Ezt videóban, mert amikor a Lakihegyi rádiótalajnál jártam, és ugye említettem, hogy volt felé, és el akarok menni, és milyen erős teljesítménnyel tolja a klasszot, akkor valaki most nem emlékszik itt neki, meg most nincs neten, meg se tudom nézni, hogy ki kommentálta alá, hogy ő Katowicéből próbálkozott, és nem sikerült neki. Most ugye itt vagyok Krakkóba, mondtam, hogy próbáljuk ki. Hát ezt még a múlt héten már arra készül, hogy a Solti rádiótól is elmegyek. Szerintem, hogy még egyébként is a Best Buy-ba volt dolgom. Megnéztem, hogy milyen zsebrádiók vannak, és megvettem a legolcsóbbat. Íme, ez az. Ami az volt a lényeg, hogy a középhullámot tudja venni. Hát ez került valami 1000 forintba körülbelül, belül, nem volt egy hatalmas nagy kiadás, de... És nagyon fapados, azt látjátok, de a lényeg az megvan, hogy a középhullámot meg az FM-et tudja venni. Úgyhogy ezzel ki is tudom majd mindjárt próbálni, hogy be lehet-e fogni. Tehát azt mondjuk, van az oldalán valami kapcsoló, hogy oké, akkor elvileg most van középhullámon. Feltoljuk a hangerőt. És a Kossuth az valahol itt van a... Az elején valahol 540 körül, egy pillanat. Ezt megpróbáljuk másképp megmondani. Vannak érdekes próbálkozások. Valahol itt azt hiszem, hogy 540 kHz ad a Kossuth, az pedig valahol ez nagyon az elején van. Hát valamit fog. De tényleg nem lehet innen befogni. Bár szerintem ez csak azért van, mert ez egy ilyen legszarabb, meg leggagyibb rádió. Úgyhogy ezzel az lenne később, hogyha bármit is lehetne venni. Hát, egyébként se fog be semmit, úgyhogy lehet, hogy a... De otthon kipróbáltam, és a középhullámon be lehetett a Kossuthot fogni, tehát ilyen normális rádióval szerintem egyébként menne. De ez arra jó lesz majd, amikor Solton, hogy eljutok Soltra, akkor na, ezzel meg tudom nézni, hogy mit tud produkálni. Mert a erős térerőssége mindenhol a Kossuthot fogja fogni. Meg hát nyilván ott fogom majd kipróbálni ezt a fűszálas rádiózást, meg a többit is, és arra legalább jó lesz ezen meghallgatni, hogy mi szól a Kossuth rádióban, hogy azt be tudom-e fogni ott lakáskulcssal, meg fűszállal. Na jó, hát akkor ez egy ennyi, ez csak egy ilyen kis rögtönző fogoltéket innen Krakkóból. Hát tényleg nem lehet befogni a Kossuth rádiót, ez biztos, na akkor megyek tovább és szétnézek még itt a városba. Úgyhogy sziasztok!